12 éven aluliak számára nem ajánlott. Davadividivadaj! Davadivi! Nahari! No, God! No, God, please, no! 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 Tehát, hogy a címből is láthatjátok, most egy különleges videóval készültünk nektek, hiszen nem vlogot forgatunk, hanem egy smink videót. Ez főleg női nézőinknek szánjuk, de mellette ferdehajlamú férfiak is megtekinthetik. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. A videóhoz egy olyan különleges vendéget hívtunk, aki hogy... nem tudja, hogy fog bejönni még. Igen, de rávárunk már egy fél órája. Szóval itt van nekünk Bia. Sziasztok! Most jön, ami még nem volt. És akkor most enyhe sperma permettel felkenjük Kristóf arcát, hiszen így a smink is jobban fog tapadni rá. Ha Kristófot magát nem is tudjuk, legalább a szemöldökét megkeféljük. Mivel középiskolai tanulmányainkon már túl vagyunk, és kurvára nincs szükségünk a megmaradt festékeinkre, ezért azokat Kristóf szemöldökére kenjük fel. Get the fuck out of here! Okay. Tekintve, hogy drótkefénket otthon hagytuk, így ezzel a senki sem tudja mi sminkfűszerrel megcibáljuk a Kristóf szeme fölötti hajkezdeményt. A néve a C22-216823,32 MKB Extreme Resist típusú süteménykrémet felkenjük Kristóf babapopus és simaságú orcájára. Ezután az ánuszkuppal elegyengetjük az Ovista a melegségi krémet, ami az arcán az égvilágon semmit sem változtat. Hát fogd már meg azt a kamerát! Kedves Bia, mást is húzogathatnál, nem csak Kristóf fején az ecsetet. Fennmaradt koszokat sminkesünk praktikus mozdulatokkal eltávolítja.
Vakarózzál, csak jó van az úgy! A szemkiszedés Nepálban már egy 1000 éves hagyomány, amit azóta is próbálnak tökéletesíteni. Ahogy láthatjuk, Pia is ennek a tradíciónak a híve, és eme műveletet végzi el éppen Kristófon. Aggódnunk természetesen nem kell, hiszen 6 éves kora óta gyakorolja, és mára már professzionális szinten csapatja neki. Végre valamit legalább ismerek. Az a szempilla spirál. Jaj, hagyjad, de kifog meg, fog meg, Hát már megint hova nyúlkálsz? Most van az, hogy Dani keresi Kristóf szemhéjét. Kristóf felszép után egy hercegnő. Csak a fésűt nem találta meg. Most vette fel a kéket Dani, ami mind a fal színéhez, csak Kristóf szeméhez nem. Dani ismerkedik a szemszerűző rejtelmeivel. Amikor Dani rájön, hogy milyen sminket kéne elkészíteni. What? What the fuck? Jövünk rá, hogy Kristóf szebb lenne lányban. Wait a minute! First of all, you're not gonna speed past that like you didn't just say what you just said. Hát így vagy a legszebb. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me please. Fuck this shit, I'm out. Hát igen, itt láthatjuk a félre sikerült szemhéjtust, amit még megpróbál Dani korrigálni, de nem tudja, hogy igazából az a rész teljesen jó volt. Dani közben már serényen spirálozza a pillákat. Most jön a száj, és Dani ezt egész jól abszolválta. Milyen gyönyörűséges ágai lettek ennek a szép lánynak. Hát ennyi volt már a Homo tutorial, reméljük tetszett nektek, mert mi nagyon élveztük. A Q&A videóhoz még nyugodtan feltehettek kérdéseket, hiszen azt tervezzük, hogy a következő videó az lesz. Vagy nem. A FIFA videó az tél elejére várható, ahogy ezt említettük eddig is. És ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és a nevünk mellett nyomjátok meg a kis csengőt, hogy mi hamarabb értesülni tudjatok az újonnan feltöltött videókról. Ezen felül kövessetek minket Instán, Facebookon,
És a Twittert most már hanyagoljuk. Találkozunk a következő videóba. Sziasztok! Sziasztok!